kívánok! Szeretettel köszöntök kedves vendégeinket! Számomra körülbelül a 128. sajtótájékoztató, amit felkonferálok, hogy úgy mondjam, vagy tartok, és úgy vagyok ezzel, mint a nagy művészek, még mindig izgulok, úgyhogy nézzétek el nekem, hogyha időnként bakizom, esetleg egy-egy név meghatározásában, vagy helyes elmondásában. Tisztelettel köszöntöm körünkben Izrael állam nagykövetét, Yossi Amleni urat. A 7. kerületi önkormányzat polgármesterét, Vattamán Zsolt urat. Kiemelt médiatámogatónkat, a Heti TV-t, Brajer Péter urat, aki tulajdonos és igazgató egyben. A Heti TV az Európa és Magyarország egyetlen zsidó közösségi televíziója, és számunkra nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Heti TV mögénk állt, és végigkíséri a rendezvényünket, és segíti a munkánkat. Úgyhogy ezúton is köszönöm a Heti TV-nek. Másik médiatámogatónk, nem látom itt Arató urat, a Klubrádió, aki évek óta segíti munkánkat, és nagyon sokat köszönhetünk nekik abban, hogy igazán sok művészünknek sikerül ott megszólalni, és bemutatják a programjainkat. Nem tudom, nem látom Böcei Zsuzsát, pedig megígérte, hogy eljön, lehet, hogy késik. Úgyhogy nagyon szeretettel köszöntöm őket. Szeretném felkérni nagykövet urat, hogy tartsa meg köszöntőjét. Good morning, dear Vera, Mr. Mayor, dear guests. It is a real honor for me personally to be here for the second year in a row in celebrating the Jewish Art Days. This time almost 2 weeks, which brings young and new, always about talent, always about creativity, always about values and the beauty of culture, the beauty of sharing culture and creating something together with others to build better bridges between people, between cultures, and nowhere else better than on the 7th district, Mr. Mayor, where this coexistence, where this revival of Jewish life is happening. I want to say a word about the great work of Vera. For many years, in creative way, ingenuity, giving chance to new talents, to young talents, to many people to perform, to bring their art, to give them a chance. This is a major value of Jewish life, having a chance, giving a chance, reaching the borders, reaching the boundaries, the frontiers, and making a contribution. And this Jewish Art Days is a huge contribution to cultural life here in Budapest. One last word about the revival of Jewish life. We need to be very appreciative of what we are witnessing in this city, Vera, what we are witnessing in this country, the revival of synagogues, the revival of Jewish life. We invest, or I should say, the Hungarian government and the Jewish community invest in rebuilding Jewish life, in bringing the glory of the past, the glory of this country before World War II back to life. We cannot bring the death back, but we can bring the spirit. And what you are doing, what the government is doing, the Jewish community is doing, is giving life once again to Jewish culture, to Jewish heritage, which is so intertwined in this country. The Judeo-Christian tradition, the Jewish contribution to this country in the fields of music, the fields of painting, the fields of poetry and literature is so eminent, and it is important that those things are happening. It is only because the Jewish community is flourishing, feeling safe, being part of this country, that those things are happening. And for that, as an Israeli, as the ambassador of Israel to Hungary, and on behalf of the government of Israel, I must express our support, gratitude, appreciation for everyone and for whoever contributes to Jewish life. And many thanks to you personally, Vera.
megkérném Erzsébet város polgármesterét, Hatamán Zsolt urat, hogy köszöntse a közönséget, és egy kicsit értékelje a rendezvényünket. Köszönöm. Tisztelt Becsület úr, kedves vendégek, kedves Vera. Amikor néhány nappal ezelőtt beszéltünk telefonon, hogy nekem kéne mondani néhány szót, akkor az első gondolat az volt bennem, hogy persze, hát ez már régi tradicionális rendezvény a kerületnek, hosszú-hosszú évek óta tart, aztán eszembe jutott, hogy minden, hát még csak 2-3 éve csináljuk. De ez egy nagyon pozitív gondolat volt, ezt nagyon pozitív gondolatként értékeltem, hiszen még bennem is, aki mondjuk hivatalomnál fogva eléggé bennem vagyok Erzsébetváros kulturális életében, még bennem is az a gondolat volt először, hogy életünknek már régóta része a zsidó művészeti napok, és hát természetesen. Igazából az, hogy az önkormányzat egy ilyen rendezvény mellé áll, azt gondolom, hogy természetesnek kell, hogy legyen, főleg a 7. kerületi önkormányzat, hiszen nekünk, ezt sokszor el szoktam mondani, minden zsidó kultúrával kapcsolatos rendezvénysorozat, az imázsunkhoz hozzátartozik, a kerület imázsához, a kerület történelméhez, jelenéhez és jövőhez is. És az, hogy az önkormányzatnak az elmúlt években, aki itt él közöttünk, aki sokat jár ide, az tudja, hogy milyen sokat tettünk azért, hogy a kultúránk sokkal színesebb, sokkal gazdagabb legyen, milyen erőfeszítéseket tettünk ezért az elmúlt években, de valahogy egy önkormányzat kereteit azért nagyon nehéz túllépni kulturális sokszínűség terén és bizonyos rendezvényeket megtartani. Úgyhogy mindenféleképpen partnerekre van szükségünk, és jól esik a köszönet, hogy ebben a rendezvénysorozatban részt veszünk, de igazából mi szeretnénk megköszönni azt, hogy ide hozzátok ezeket a rendezvényeket, és színesítitek Erzsébetvárosnak a kulturális életét, hiszen nekünk ez több mint 100 éves hagyományunk itt, ezekben az utcákban. Az, hogy ami ide fog jönni, amit meg fognak látni a kedves nézők, az itt van, és ezt még szeretném megköszönni nektek. Szeretném még végezetül elmondani azt, hogy minden kedves fellépőnek, aki ide látogatott a kerületben, és persze tudjuk, hogy nem csak kerületben lesznek rendezvények, szeretném azt kívánni, hogy nagyon sok sikerük legyen, ne csak a rendezvény keretein belül, hanem egyéb rendezvényeken is, és még egyszer sok sikert kívánok nektek, és köszönöm, hogy itt lehetünk. És megkérném a Mumbuz és Magnet zenekart tagjait, a Mumbuzokat, jöjjenek a színpadra, és kezdjék el a programot, hogy egy kis hangulatunk legyen, érezze a itt jelenlévő közönség, vendégek, hogy tulajdonképpen a zsidó művészeti napok milyen sokszínű programmal készül. Thank you.
Society, trying to make a family, you proud, peace, but you don't want to be just a vicious thing.
Thank you very much for hosting me. Magyar, svéd és ír fiatal emberek, és mellesleg orvos. Norvég, bocsánat! Gondoltam szőke, barna. És mellesleg orvosok. Úgyhogy köszönjük, és nagyon drukkolunk, hogy egy ilyen produkciós. Ez volt a műsor, a továbbiakban már csak szövegelés lesz. Nem akarom ijeszgetni a jelenlévőket. Talán kezdeném azzal, hogy bizonyára észrevették a programjaink során a szórólapunkon, a kiadványokon, hogy új szlogennel jelentkezett a Zsidó Művészeti Napok. Régi is, új is, dzsú is. Mit is jelent ez? Régi is, mert építünk a hagyományainkra, építünk a sok ezer éves zsidó kultúrára, ugyanakkor új is, hiszen új hangokat pendítünk meg, ezt jelentette a Mongúz is, és ezért is szerettem volna, hogyha eljönnek a sajtótájékoztatókra, hogy halljátok. Ők egyébként majd az Elvis produkcióban lépnek fel. És az, hogy Zsú is, azt hiszem, ezt nem kell magyaráznom, hiszen a Zsidó Művészeti Napok sajtótájékoztatóján vagyunk, és arról fog szólni ez a ma délelőtt. Ennek a szlogennek a jegyében szeretném bemutatni a munkatársaimat is, hogy régi is, új is, dzsú is. És a régiek között kezdeném Sáros Eduárddal, a marketing vezetőnkkel. Ezt szeretném megjelenteni. Újabb piárosunk, sajtópiárosunk, Balogh Máté. Régi is, új is a logisztikai menedzserünk, Vajda Márton, Marci. A logisztika nálunk egy nagyon-nagyon hálás feladat, mert azt jelenti, hogy ha minden stimmel, akkor a csapaté az érdem, hogyha probléma van, akkor az a logisztikai menedzsernek a problémára okozta. Régiek a munkatársaink, Ruhadori, Radnóti, Krisztina és Big Falvi Kitti, ők a háttérmunkásaink, és régi is, új is Ámon Betti, aki a Zsidó Művészeti Napok külsőre visszatér egy kicsit, hogy segítse a Zsidó Művészeti Napok sikerét. Új a csapatunkban László Boldizsár, aki a művészeti tanácsadónk és egy-két produkciónak a létrehozója. Boldizsár nem tud jelen lenni, mert pillanatilag éppen repülőn ül Tallinn felé, Repdes. Viszont a műszaki felügyeletet Zsidei János Zsoló látja el. Nem tudom, Zsona, itt vagy. Igen, szeretettel köszöntöm. Ennyit a csapatomról, hiszen ez nem egy one-man show, hanem nagyon sokan dolgozunk azon, hogy sikeres legyen a produkció. Elvis-től vittem el ezt a kitérőt, ugye a mongúzokról, mongúzokat bemutatva, és térjünk vissza egy kicsit az Elvis produkcióra, és felkérném, hogy erről Nógrádi Gergő mondjon egy néhány mondatot. Nógrádi Gergő, aki főkántor és opera énekes egy személyben. És nagyon csinos lehet, Shalom! Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Lélekemelő és szívmelengető a zsinőn fellépni, hiszen mind a 300 közre működő művésznek. Az Elvis est egy igazi különlegesség lesz, megismételhetetlen és egyszeri, egy Elvis láger címével élve, It's now or never. Aki eljön, az egy élete szóló élménnyel lesz gazdagabb, Gayer Bálint, a Mongoose és a Magnet, Mongoose and the Magnet, Ivan and the Parasol, Bio Eszter, sokan vannak, de remek közreműködő. Zsidó gyökerek ugye Elvisnél nem nagyon ismertek, nem is mélyednék most ebbe vele, de bizonyos nézetek szerint elég erős kötelékek fűzik őt a zsidó valláshoz. Ennek kevés köze lesz az estéhez, ez csak egy kiinduló pont.
a legcsodálatosabb elvislágerek hangzanak majd el. Remek előadók előadása van, akik voltak olyan kedvesek, és erre az estére engem is maguk közé fogadta. Várjuk Önöket szeretettel! Gergő még egy produkcióról beszél, amelynek házigazdája lesz a Frankenstein zsinagógában. Igazi különlegesség lesz június 4-én, hétfőn este 7 órakor. Kádár István hegedű művész és fesztivál zenekaros barátai adnak majd ízelítőt, egy igen különleges, igen ízes, finom, speciális zenei világból. Sosztakovicstól Fischer Ivánig, a haszid zenétől népzenéig igazi különlegességeknek lesznek majd szem és fültanúja, kedves néző, mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, különösen, hogy Buda egyik gyöngy szemében, a Frankl Leó zsinagógában kerül sor erre a koncertre. Köszönöm. Izrael ebben az évben ünnepli 70 éves évfordulóját, és mi a magunk részéről azzal szeretnénk ehhez hozzájárulni, hogy egy karizmatikus énekesnőt szeretnénk jobban megismertetni a magyar közönséggel, Ofra házát. Ofra háza életéről, munkásságáról lesz egy programunk, amiről majd Nára Jerika beszél. Amíg ő ide kisétál, én elmondanám, hogy lesz az Izraeli Kulturális Intézetben egy kiállításunk, ami május 27-én nyílik. Holomból érkezik Izraelből a kiállítás anyaga, és biztos vagyok benne, hogy sok újdonságot fog mondani a magyar közönségnek. Parancsoljuk! Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Először is két dolog jutott eszembe ma reggel, amikor elkezdtem a hajamat szállítani, hogy miért nem vagyok csávó, milyen egyszerű lenne csak letusolni és idejönni, nem másfél órát készülődni. Aztán rájöttem, hogy akkor nem tudnám eljátszani Ofra házát, úgyhogy így meg is nyugodtam, hogy bőrnek születtem. A másik, hogy tavaly ilyen tájt ugyanígy itt álltunk, és úgy tűnik, mintha ez körülbelül egy héttel ezelőtt lett volna, tehát hogy borzasztóan gyorsan megy az idő. Ahogy tavaly is izgatottan vártam a Shalom Mr. Berlint, most legalább ekkora izgatottság van bennem az Ofra háza koncert, színházi előadás kapcsán. Engedjék meg, hogy néhány szót azért mondjak róla, mert mindenki azt kérdezi a környezetemben, hogy jó, de mi lesz ez most akkor? Koncert lesz, vagy színházi előadás lesz, de mit csinál benne a Klán Viktor, és hogy kerül oda a Zöldi Gergő, és akkor de hány fős a zenekar? Szóval, 12 csodálatos Ofraházadal lesz az előadásban, ami egy történetbe lesz beleágyazva. A történetről belül lesz majd egy koncert, illetve próba folyamatok, amiken belül én ezeket a dolgokat eléneklem. 5 csodálatos muzsikust hozok a zenekaromból most idén ehhez a produkcióhoz. És ezeket a zenei betéteket szakítja majd meg, vagy hát fordítva, néhány prózai jelenet, amit Zöldi Gergővel írunk. Egészen pontosan nagyképpen azt mondom, hogy én írom, de ez nem igaz, mert én csak egy picit megírom, aztán a Gergő lesz az, aki ezt szépen megcsinálja ilyen igazi dramaturg módjára. És Klán Viktor kollégám és barátom lesz ebben nekem társam színészként is, és rendezőként is, hogy ezek a jelenetek, igazi színházi jelenetek álljanak össze. Úgyhogy tényleg egy nagyon izgalmas este lesz. A másik, ami még megkaptam itt a legutóbbi héten több barátomtól is, hogy ki fog énekelni. Mondtam, én. Jó, de hogy az Ofra háza, hát igen. Ideges is vagyok egy kicsit. Szóval tényszerűen azért ő egy egészen különleges zenei világot képvisel, úgyhogy fel kell kötnöm a nadrágomat rendesen, hogy méltó legyek az ő emlékéhez. Remélem, hogy amikor ez az előadás létrejön és sokan fogják látni, akkor, ahogy ezt te is mondtad, egy kicsit közelebb hozzuk az ő személyiségét a magyar hallgatókhoz, nézőkhöz, illetve hogy egy csomó új dalt is meg tudunk nekik mutatni, mert már valóban Izraelben egy ikonként van kezelve a mai napig, és talán azt mondhatjuk, hogy a világ legismertebb izraeli énekesnőjeként van definiálva. Itt Magyarországon kevesen ismerik, és reméljük, hogy június 2-a után ez megfordul, és ő is egy nagyon népszerű énekesnő lesz itt nálunk is, nem csak az ő hazájában, illetve hát egyébként a világon mindenütt, mert azért ő tényleg egy világsztár volt. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várom Önöket, Klán Viktor kollégámmal és az 5-fős Tudás zenekarom a június 2-án az Uránia Filmszínházba. Párat
feladatlan ez az év sok szempontból, hiszen a harmadik zsidó művészeti napokat rendezzük meg, és páratlan a Cotton Club Singers koncertje is. Látom, a lányok már elindultak, Szűcs Gabi és Kozma, Masi, kérlek, hogy gyertek és meséljetek a páratlan programból. Üdvözlöm mindenkit, és ketten képviselünk egy ötfős énekegyüttes produkcióját. A Cotton Club Singers idén most öt főre bővül ki, mert három lány, Zsélenyi Adrián Zséda is csatlakozik hozzánk. Négy év után először ad koncertet a Cotton Club Singers. Mi nagyon, nagyon várjuk, nagyon örülünk neki, és ki tudja, mikor lesz legközelebb, biztos legalább négy év megint eltelik. Orsikám, egy picit a délutánig. Igen, ez annyira páratlan ez az este, hogy az esti jegyem általánképpen nincs egy, minden így elfogyott. Úgyhogy van egy délutáni előadás 3-tól, vagy 3-tól, úgyhogy, de már ott is rohamosan fognak, én pont tegnap néztem az előadást, úgyhogy nagyon össze kell kapnunk magunkat, Gabikám, de ez nagyon, tehát best of műsorral készülünk, meg lesznek új dalok és meglepetések, illetve hát, mit tudom én, a nagy klasszikus Buy Me, biztos én a Gabi egyik nagy szólója volt, vagy Havana Gila, tehát nagyon sok minden jó lesz, úgyhogy mindenkit nagyon várunk. Szeretettel és nagyon köszönjük, hogy idén is itt lehetünk. Köszönöm. A Cotton Club Singers csodákra képes a páratlanból páros csinálni, hiszen a dupla előadás az már a párosnak számít. Nem lenne igazán zsidó művészeti napok, hogyha nem szerepelne a programunkon Klezmer. Itt van körünkben Masa Tamás, a Sabadszong vezetője. Szeretném, hogyha a 20 év 20 dal című műsorunkról beszélne. Nagyon szépen köszönjük, jó napot kívánunk mindenkinek. Valóban nagyon nagy megtiszteltetés, hogy 20 éve elindulhatott a zenekar, és hát nagyon sok mindenkinek kéne megköszönnünk ezt a 20 évet, de Raj Tamás főrabjúról meg kell mindig emlékezzek, mert igazán ő az ő biztatására és egy másik rabbi Dajcsnászpa biztatására indult el annak idején a zenekar. A zenekar mindig is még Tamás is hangsúlyozta, hogy zsidók, keresztények és romák alkotják, úgyhogy egy igazi hidat képezünk. Az is a szlogenünk, hogy több mint klezmer, mert nem csak a közép-kelet-európai zsidó hangszeres népzenét játsszuk, hanem nagyon sok izraeli héber dalt, musical részletet. És hagyd mondjam el, hogy olyan nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy az est sztárvendége pedig Jávori Ferenc Fegya lesz, aki nem kell bemutatnom a Budapest Klezmerben vezetője, és már többször megtisztelt minket koncerteinken, hogy most is orosz zsidó dalok közösen fognak elhangozni, illetve jiddis dallamokat fog kísérni. Nagyon-nagyon sok dallal készülünk, hát 20 év 20 dal, úgyhogy ebben lesz egy-két egyveleg is, de azért próbáljuk kétszer egy órába szorítani a koncertet, és hát a végén reméljük, hogy nagy tánc is lesz, mert a Szabadszunk koncertjére jellemző, hogy a végén általában egy nagy táncos örömzenévé válik alakul át a nézőtér. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Fegyen kívül egy 25-ös kamarakórus, a Kineret kamarakórus lesz az együttes vendége, és hát ez még színesebb, még izgalmasabbá teszi a programunkat. És csak nagyon röviden, hogy mondjam át, a zenekarban mi 11-en vagyunk, 11 fős kiváló zenészekből álló, például a hegedűsünk az Operaház zenekarában játszik, klarinétosunk a Honvédség központi fúvós zenekarának a szóló klarinétosa, és most nem akarom bemutatni mindenkit. A zenekar tagjai szinte kezdettől fogva 20 éve együtt muzsikálunk, a legfiatalabb tagunk 6-7 éve vagy velünk, ugye Norbi egy kiváló szakszofonos klarinétos, és egy mondatot, mi vagyunk 20 évesek, de mi is megemlékezünk, azt hiszem, Izraelről. Köszönöm a szót. Valóban én vagyok a legfiatalabb tagja a zenekarnak, úgyhogy még időm sem volt a fehér nadrághoz, egy fehér cipőt vásárolni, hogy mindenkitől elnézést kérek. Én teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a produkcióba, és ami számomra nagyon meghatározó, hogy a gyökereim azok Izraelben vannak, és a zenekarnak a fő mondani valója az mégiscsak Izrael spirituális létezése, múltja és a jövője.
és azt hiszem, hogy ilyen színes és széles repertoárral, amivel a Tamásék az elmúlt 20 évben elkészültek és folyamatosan készülnek, ebben nagyon nagy öröm részt venni, és azt hiszem, hogyha valaki egy nagyon színes műsort szeretne megnézni egészen mondjuk a Haszittól a házáig, akkor érdemes eljönni, és a mi produkciónkat is meghallgatni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A nagy sikere való tekintettel szeretném újra színpadra szólítani Szűcs Gabit, Kozma Orsit, és kiegészítve Zöldi Gergővel, hogy férfi is legyen a csapatban. Mert van még két olyan produkció, amiről nagyon szeretnénk hallani. Tiszta Amerika. Igen. Nagyon furcsa érzés megint itt lenni, mert én tényleg abban a tudatban voltam, hogy idén a Cotton Club Singers-szel adjuk a jól összeszokott kis koncertünket, és akkor ehhez képest most egy olyan produkció nevében vagyok itt egyedül, ami produkcióban tulajdonképpen beugró vagyok, egy pár nap óta derült ki. A Tiszta Amerika nevű koncertről van szó, amit a Hard Jazz Band zenekar kíséretében három csodálatos díva, Ónodi Eszter, Bemuni Dóri és Pokornilia énekelnének, és Pokornilia helyett ugrom be, úgy tűnik ezen a koncerten. Nagyon nagy örömömre, mert a Hard Jazz Band-del nagyon sokszor dolgoztunk együtt, és imádom ezeket a dalokat, és Tiszta Amerika a címe, századelei magyar jazz és swing dalok, a legjobb filmdalok lesznek repertoáron. Ahogy láttam, duetteket, terceteket is fogunk énekelni, Bényei Tamással is fogunk külön. Úgyhogy én nekem, én nagyon várom, nagyon izgalmas, főleg azért, mert a Cotton Club Singers utáni napon lesz. Úgyhogy két buli után még nyomni egyet a csajokkal, tehát bízom benne, hogy ezért ez így összejön. És tényleg nagyon nagy öröm, nagyon várom, nagyon szeretek magyar jazz énekelni. Köszönöm szépen az az dramaturgja Zöldi Gergő, és szeretném, hogyha a Tiszta Amerika dalaiból egy néhány mondatot mondanak. A Tiszta Amerika dalait úgy kezdtük válogatni, hogy részben megmutassuk azt, hogy hogyan jött be a jazz, hogyan, tehát az amerikai zene, a fekete zene, hogyan termékenyítette meg tulajdonképpen a magyar operett hagyományú, vagy kupai hagyományú zenét. És hát fantasztikus, hogy ez ilyen hangok vannak, akik ezeket majd előadják. Sokat válogattuk, ja, és arra még az nagyon fontos, hogy próbáltuk arra figyelni, hogy, hogy zsidó szerzők legyenek, ha már ezen a fesztiválon szerepel ez az est. És ez nem volt egyáltalán nem volt nehéz feladat, mert tulajdonképpen egy-két olyan dal volt, amiről meg kellett ugye alapítsak, hogy ja, hát jó, hát akkor ez nem, de van helyette 10 másik. Köszönöm a szót, és kértem, hogy Gergő maradjon itt velem, mert Gergő nélkül... Igen. Szóval, hogy régóta vágyam volt az, hogy egy olyan estet hozzak létre, amiben Woody Allen főszereplő, illetve Kern András, és én is valahol szerepet kapok. És két évvel ezelőtt találtam ki azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egy olyan este kerekedne, amiben kicsit megidéznénk Woody Allen szellemiségét, illetve azokat a dalokat, amik az ő klasszikus filmjeiben szerepelnek. Úgyhogy összedobtuk a fejünket Gergővel, és dramaturg úr segítségével egy nagyon jó kis kicsit színház, kicsit koncert jellegű projektet sikerült összehozni, és ehhez meg tudtuk nyerni Kern Andrást, aki Woody Allen honi ismerője és értője. Úgyhogy az est folyamán mi is muzsikálunk, illetve egy nagyon jó kis dramaturgiai szálon fel van fűzve az egész este, és Kern András különböző részleteket ad elő, akár a játszt újra szemből, illetve különböző gondolatokat, Woody Allen gondolatait interpretálja. Úgyhogy egy nagyon-nagyon hangulatos este. Most bocsánat, de kirázott a hideg, ahogy így meséltem, mert tényleg annyira fantasztikus, és Andrással annyira jó volt együtt dolgozni, hogy azért külön öröm számomra, hogy itt Verájéknál is bemutathatjuk, mert a tavalyi Műpás Feltházas koncert után ez egy méltó folytatása, hogy itt is be tudjuk mutatni a Woody és a Szönyi című estünket, úgyhogy köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A swing után
hárman táncoljunk át a jazzbe, úgyhogy szeretném megkérni Gajer Ferencet, aki a Jazz Szövetség képviseletében mind a négy jazz koncertünkről mond néhány mondatot, ami a zsinja alatt lesz majd. Szép jó reggelt, vagy szép jó napot, Gajer Ferenc vagyok. Nagy feladatot adtál nekem, mert az összes jazz produkció kellene beszélnem, de még nem hangzott el az, hogy ez egy milyen nagyszerű fesztivál, és köszönjük Vadas Redának és az egész stábjának, hogy létrehozta ezt. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a Magyarország egyik legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát ez a zsidó művészeti napok. Másrészt pedig nagy öröm számomra, hogy tulajdonképpen annyi jazz produkció és annyi jazz koncert lesz, hogy egy hagyományos jazz fesztiválon sincs annyi. Tulajdonképpen ez mint jazz szerető és jazz rajongó embernek és jazz művelő embernek nagyon nagy öröm. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy a magyar jazz az most már megkerülhetetlen része a magyar kultúrának. Na, bevezetőnek ennyit. Menjünk sorra, azt mondja, hogy április 29-én a BJC-ben Gátos Iván és Sári Péter túl. Azt mondom, hogy május 29-én, este 7 órakor, ugye? Jól tudom. Lesz a Gátos Ivánnak és a Sári Péternek a duója, a két fantasztikus zongorista. A műsorban saját szerzemények fognak elhangzani, és lesz vetítés, lesz szöveg is, tehát próza, és a hagyományos zongora játék mellett még elhangzanak különböző elektromos dolgok, és a Hammond orgona is. Menjünk tovább. A következő azt mondja, hogy a Kárnász fordula. Segítségül Zsegos Kárnász, ez egy kiváló lengyel, tudom, énekes és fesztivál szervező, és a Alan Vükpis lesz a bőgős, és hát természetesen Dés András az egyik legjobb magyar ütőhangszeres zenész, zeneszerző, humanista. Ő volt most a Heti TV-ben a vendégem ezen a héten, és ha ma megnézik délután az ismétlést, már nem a második részt elnézést kérlek, hanem a ismétlését az első résznek, akkor igazán érdekes dolgokat tudhatunk meg róla. Ez a koncert május 31-én lesz, 19 óra 30-kor, ugye? A Columbus hajón. A következő pedig, hát erről tudok legkevesebb, tulajdonképpen a Budapest Legtempennek a közös koncertje a Szulák Andreával, itt hagyományos jazz örökzöldek, tiszta, ez is lehetne mondjuk tiszta Amerika, de nem ez a címe. Az első részben a Ragtime-ben lép fel saját produkcióval, a másodikban pedig a Szulák Andreával játszunk egy jó 45 perc, 50 percet. Ez június 9-én este 8 órakor lesz, ha jól emlékszem, de jól emlékszem. Az utolsó koncert pedig a Jessica Trio, ez május 10-én, július 10-én lesz a BJC-ben, este 7-kor. Ez egy hagyományos jazz trio, akik hagyományos zsidó dallamokat és klasszikus zenét és jazz-örökzöldeket fognak játszani. K.L. Norbert a vezetőjük, zongorista, Olán Péter bőgőzik és Lakatos Pecek András dobol. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Gajer Ferencnek, aki másodállásban a Budapest Rekvárbennek a vezetője, úgyhogy azért mondta, hogy a legkevesebbet tud erről a koncentről. És egy kicsit most váltsunk műfajt. Lesz egy színházi előadásunk a Nőnyugat. Itt van körünkben Hámori Gabi színművésznő, akit nagyon köszönöm, hogy időt szakított rá, és kisbabájával együtt eljött erre a sajtótájékoztatóra. És kérlek, hogy mondj erről a produkcióról valami jót. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Ez a produkció talán nem ismeretlen a közönség számára, több évadon keresztül játszottuk nagy sikerrel a Thália Színházban. Ez az Örkény Színház produkciója, és bevallom, elindulás előtt felhívtam Mácsai Pált az előadás rendezőjét, hogy mit gondol, mi lenne talán a legfontosabb, amit elhangozhat erről az előadásról, hiszen annyi mindent lehet róla beszélni. Természetesen a Nyugat témakör dolgozza föl a női írókon és a feleségeken keresztül. Ilyen, nagyon sokat lehet róla olvasni, nyilván nagyon
nagyon sok könyvet ismerünk, a Borbos Anna könyveit. Bíró Kriszta gyűjtötte össze az előadás szövegét, ő írta, egyes részek írva vannak, egyes részek pedig valódiak, tehát a legtöbb azért valódi szöveg, van egy-két beírás, ami izgalmasabbá teszi, vagy egy ilyen elképzel dolgok. Csak annyi mindent lehet erről tényleg mondani, és kicsit távoli, mert ezt az előadást levettük néhány hónappal ezelőtt, és most nagyon örülünk, hogy itt újra játszhatjuk. Igen, igen, és ez egy fantasztikus lehetőség, mert bevallom nekünk, Kerekes Viktóriának, Bíró Krisztának, Füranikónak, nekem, és Grillius Dorka szokott engem váltani, mi ketten játsszuk, és persze Lázár Katinak. Ez az előadás egy nagyon nagy kincs és nagyon nagy érték, szinte nem tudom, vallásos élménynek játszani ezt az előadást, és a közönség is nagyon szokta szeretni. Ami miatt fontos, és aztán tényleg nem jutom nagyon hosszúra, hogy ne legyen hosszabb a szövegem, mint az előadás, ami miatt nekünk nagyon fontos, hogy egy váratlan siker ez az előadás az Örkény Színház történetében. A Nyugat előadással, a Nagy Nyugat gyűjteményünkkel kezdődött, majd meg előtte az Örkény monológ maga, amit Márcsai mond, és ez is egy nagyon hasonló, folyamatos érdeklődéssel számot tartó előadás volt, és ezért nagyon örülünk, hogy itt vendégül látjátok. Köszönjük szépen! Azt szoktam mondani, hogy a zsidó művészeti napokat megálmodtam, amikor abba hagytam a zsidó nyári fesztivál szervezését, de most arról szeretnék hallani, hogy mit álmodott Kovács Kriszta. Amikor megálmodta az álomvilág zenét, ami egy külön műfaj, soha nem hallottam ezt a kifejezést. Jó napot kívánok! Egy megkülönböztetett pillanat az ember életében, amikor egy lemezt csinál, és ennek a lemeznek a bemutató koncertje lesz a zsidó művészeti napokon, és külön köszönöm Verának ezt a folyamatos felkérést most már évek óta, mert mindig újabb művek megszületését is tápolja Vera, és most is éppen a lemez keverésében vagyunk benne, úgyhogy nagyon várom, hogy milyen lesz. Igen, amit mondtál, hogy álomvilágzene, és ez a műfaja, és a címe az, hogy álomfejtés. Mit jelent ez, hogy álomfejtés, és főleg, hogy kik a szerzők? Hát engedjék meg, hogy én most Szirtes Edinomókusról beszélek, akivel én 2001 óta dolgozom együtt különféle színházi és egyéb produkciókban. Talán a legnagyobb, ami, vagy két ilyen igazán nagy egész estés produkcióban dolgoztunk, ez volt az Aranyóra, az Aranyballadákkal, és volt a Tautekénk, ezek mind a MIPA-ban volt lehetőségünk ezeket bemutatni. És Mókussal különféle színházi produkciókban is dolgoztam együtt, amiknek mindig felkértem, hogy ő írja a zenéjét, és már nagyon érett a dolog, hogy írjon egy teljesen önálló anyagot, és hogy mi is ez az anyag, erre megkérem, hogy Fábri Péter, aki a szövegeket írta, mondjon pár mondatot, hogy miért álomfejtés, hiszen az egész az ő fejéből pattant ki. Köszönöm. Az álomfejtés, Freud híres művének a címe, ami ugye most már több mint 100 évvel ezelőtt jelent meg, és Freud figurája maga talán az egyik legerősebb szimbóluma annak a korszaknak, jelképen annak a korszaknak, amikor a zsidóságnak nagyon jó dolga volt Közép-Európában. Elkezdett integrálódni, nem véletlenül, volt egy monarchia, ugye kis országokban mindig nehezebb integrálódni. Nem baj, hogyha egy ország egy nagy birodalom része, mondjuk például az EU-é, de a monarchia is nagyon jó volt. Béke volt, és lehetett foglalkozni az emberi lélekkel. És Freud egy ma már evidensnek látszó dolgot talált ki, ami akkor teljesen új volt. Tudományos alapossággal kezdte megfejteni ezt a furcsa jelenséget, az álmot, ami ugye hát mindannyiunk számára ismert dolog, de rendkívül titokzatos, és többnyire nem tudjuk, hogy micsoda. És én azt találtam ki, hogy milyen érdekes volna az álomfejtés alapján úgy írni dalokat, hogy Freud ugye sok álmot elemez, szintén szóljon őket, és ha én az ő módszerét megfordítanám, és felépítenék álmokat azoknak az elemzéseknek az alapján, ahogyan ő ott az álmokat elemzi. És hát ez volt az alapötlet, ehhez még aztán jött egy néhány dolog, tehát híres álmokról is szó van a lemezen,
és ezen az estén, ugye, majd segíts esetleg Szent József álma, akkor Szabó Lőrinc álma, ugye Szabó Lőrincnek van ez a híres verseny Csónice álma, és ez egy reflexió a reflexióra. Aztán... Hát Magritte felhőit is megidézzük, de tulajdonképpen 16 dal hangzik el, 16 álom, illetve azok a pillanatok, amikor az ember ébred, vagy ébredés után még olyan kótyagos, vagy milyen az, amikor este van, és már kicsit, már úgy belehull az ember az álomba. Tehát ezeket a pillanatokat fogalmazta meg Péter nekem nagyon közel álló módon, és Szirte Sebén a Mókus pedig tényleg egy álomzenét írt, nagyon-nagyon sok színűen, úgy gondolom. És mondjak még pár mondatot a közreműködőkről. Farkas Gábriel fog élőben rajzolni, pontosan úgy, hogy az Aranyóránál ez már nagyon bevált, hogy ő egyvonalas rajzokkal nagyon érdekesen tud asszociálni arra, amit hall. Nyilván az álmok esetében ez még egy élőbb lesz. Közreműködik még egy vonós négyes, a hangszerelést még basszusgitár és egy beatbox fogja erősíteni. Bocsánat, június 2-án várjuk Önöket a Hadszín Teátriumban. A szervezés során mindig egy nagy pillanat a sajtótájékoztató pillanata, mert ilyenkor a művészek sokkal jobban el tudják mondani a várható eseményeket, mint ahogy mi ezt le tudjuk írni egy-egy kiadványba vagy a sajtóanyagba. És azt hiszem én voltam az, aki a fesztiválok történetében bevezettem ezt a élő sajtótájékoztatót, ami azt jelenti, hogy a művészeket egyenként megkérem, hogy beszéljenek a programukról. Ez persze sokszor olyan problémát okoz, hogy miért ilyen hosszú a sajtótájékoztató, hogy lehetne rövidíteni, hogy lehetne színesebbé tenni. Mi is próbálkoztunk azzal, hogy ne rövidítsük, de nem sikerült. És még van egy jó néhány programunk, itt van körülbelül egyébként a június 12-i Magyar Rádióval közös koncertünknek az egyik énekesnője, Ádám Eszter, aki Sümeghy Eszterrel fog énekelni, és nagyon szeretném, hogyha azért egy mondatot mondana erről a koncertről. Nem készítettem őt fel, hogy erre a felkérésre sor kerül, de gondolom, hogy ez nem okoz problémát Eszter számára. Hát bemutatnám Ádám Esztert, aki még nem ismeri, hiszen fiatal operaénekesnő, Jeruzsálemben született, és az anyanyelve héber, azon kívül magyarul is megtanult, és több más nyelven is beszél. A Jeruzsálemi Héber Egyetemet mellett működő zeneakadémiát végezte el. 2 évvel ezelőtt szerezte meg a diplomáját, az operaénekes diplomáját, és hát miután megvolt az első diploma, a tanárai, a művészek, akik foglalkoztak vele Jeruzsálemben, azt kérték, hogy menjen Olaszországba, Európába tovább tanulni, fejleszteni a hangját, mert nagyon tehetséges. Úgyhogy tulajdonképpen 30 év után mi is a szülők Eszterrel együtt jöttünk vissza Magyarországra, ugyanis aki a szárnyai alá vette, az a Kossuth-díjas szintószoprán énekesnő Sümeghy Eszter. A Sümeghy Eszter tanítványaim már ott másfél éve, és ez lesz az első nagy szereplése, bemutatkozása, önálló szereplése a zsidó fesztiválon, a zsidó művészeti napok keretében, bár már találkozhattak vele a régi zsidó fesztivál keretében, amit szintén Vera szervezett, a Jeruzsálemi Zeneakadémia gyerekkórusával, akkor is szóló énekesként lehetett itt, és aztán a profi énekeset, a profi kórussal a 18. zsidó fesztiválon. Úgyhogy most önállóan fog bemutatkozni egy nagyon szép hát ősbemutatóval, teljes héber nyelvű programmal, ami azt jelenti, hogy összegyűjtötte azokat a modern izraeli zeneszerzőket, akik bibliai témákra, bibliai szövegekre írtak áriákat, klasszikus dalokat. De erről, hogy pontosan mit is fog énekelni Eszter, és hát a tanára, a művész, a maestra,
Sümegi Eszter is föl fog lépni, és héberül fog ő is énekelni. Ezt Eszter fogja elmondani. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés nekem fellépni a Zsidó Művészeti Napok keretében, és a Baldog Rádió közös produkcióján, ami a Málvány teremben lesz, a gyönyörű Málvány teremben. Sok-sok ősbemutatót fogunk énekelni, klasszikus áriákat, amik még itt soha nem lettek bemutatva, a Sulamit énekek énekéből, sok-sok modern darab, modern dal, ehhez kell Brahms kiállni, Joni Rechter, Sasago, sok-sok szép darab, és ez egy program, ami a bibliai szövegeken alapuló dalokon azok is lesznek benne, és modern dolgok is, úgyhogy nagyon különleges a program. És Hüvösből Gyérika fog konferálni, és fog verseket, meg összekötő szövegeket mondani a dalok között. És Dománkot elég fog engem kísérni, aki az Ébreház fő vezélő kovaberítóha, úgyhogy fantasztikus lesz. És hát természetesen a mesterem az Zsuniki Eszterrel énekelni dueteket. Jó néhány programunkról nem esett szó, de a sajtóanyagban megtalálható minden programunk. Többek között is lesz szó Eszterházi estjéről, bár minden jegy már elkelt. Ezen kívül Emilio Averzano olasz zongoraművész és korcsolán Orsolya estjéről, Belkántó Mester és Tanítványai című estünkről a Honkult Kupola termében, Alinda a portrébeszélgetéséről Márcsai Pállal, Alföldi Robert felolvasó estjéről a Honkult Színház termében, Zoltán Gábor Orgia című regényéből olvastánk, közreműködik Lukács Miklós. És van két kiállításunk is, amiről csak megemlíteném, hogy az Urániában május 31-én lesz Rubin Péter, Rubin Ábrahám Péter, izraeli magyar festőművész rendhagyó kiállítása és könyvbemutatója, amire szeretettel várjuk az újságíró kollégákat, nem hogy még külön meghívót is küldünk. Valamint június 9-én este lesz a Édes a Mamák című könyvbemutató Kalmár Tibor könyvéből. És itt a Mazeltóban látható Vajda Tamásnak a fotókiállítása Izrael 70 címmel, Izrael hétköznapjairól. Utolsó programunk, amiről szeretnék beszélni, az tulajdonképpen a nyitó programunk. A Zsidó Művészeti Napok egyik legfontosabb eseménye ez a nyitó program. Az amerikai Defiant Requiem Alapítvány támogatásával, finanszírozásával jött létre ez a program. A Defiant Requiemet, ellenálló Requiemet bemutattuk 2010-ben először Budapesten, a Vasút Történeti Parkban, ahol Sorsemessével, aki akkor közvetlen munkatársam volt, nagyon sokat dolgoztunk ezen a programon, és most újra álmodtuk. És ez az álmodás újra valóságá vált, és most május 28-án a Zsidó Művészeti Napok nyitó rendezvényeként az Operaház zenekarával, énekkarával, szolistáival, Bálint András közreműködésével, Bálint András és Béres Ilona közreműködésével kerül bemutatásra ez a koncertdráma. Én azt hiszem, hogy minden szónál többet mond, hogyha bemutatom itt Murray Sidlint, aki az est karmestere, megálmodója, elmondja videóüzenetében, hogy miről is szól tulajdonképpen ez az este. Köszönöm. Akkor mielőtt ezt átviszed, én kifelejtettem az egyik legfontosabb szereplőnket, Horvas Eszter. Bocsánatot kérek, elnézést, szeretném, hogyha Eszter kifáradna és beszélni a programjáról, mielőtt itt a technika felkészül a Murray Sidlint bemutatójára. És egyben szeretnék gratulálni Eszternek a kitüntetéséhez, a díszpolgári kitüntetéséhez. Köszönöm szépen. Hát én inkább
inkább a fesztiválról beszélnék egy kicsit, meg Veráról, meg erről a közegről, mert csak egy picit, nagyon nem égetlek be. Mert hogy azt érzékelem, hogy tényleg elég sok feszültség és baj van ebben az országban, és nem könnyű most annyira művészként és emberként és anyaként és tanárként itt létezni, és most ezen a héten ez a második sajtótájékoztató, plusz ugye ez a kitüntetés is teljesen váratlanul ért engem, ami nekem egy elég spirituális ember vagyok, és ezek az események arról szólnak, és azt üzenik, hogy mégiscsak dolgunk van itt. És azt gondolom, hogy Vera, amit itt évek óta tesz a kultúráért, és a magyar népért és a magyar emberekért, az egészen példaértékű és fantasztikus. És én nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt nagyon-nagyon sokunk nevében, másrészt pedig a saját nevemben is, mert hát egy művésznek az nagyon fontos, hogy eszébe jusson a dolgok. És tulajdonképpen nekem évről évre a Vera egy ilyen nagy inspiráló valaki, egy nagy boszorkány, mert ő ugye ragaszkodik ahhoz, hogy mindig olyan produkciókkal álljunk ki, ami sehol másod, csak itt, és kifejezetten a fesztiválnak szól. És nekem ez nagyon jól jön, mert bár mindig szorongok, hogy eszembe jut-e valami jó és új és érdekes és a közönségnek izgalmas dolog, de hát hogy idáig eszembe jutott. Hát nagyon szépen köszönöm. Ez ebben az évben is egyébként, hála Istennek, így volt. Itt nagyon sok mindent hallottam produkciókról, és egyrészt nagyon nagy örömmel hallgattam a művészeket, másrészt pedig egy kicsit az is megszólalt bennem, hogy ijé, nem csak nekem jutnak eszembe ilyen dolgok, hogy összművészet, hogy álom, hogy a különböző műfajok egyeste, mert hogy az én munkásságomnak azt hiszem, hogy az egyik talán úgymond más úton járok, mint a klasszikus zenészek, és ebben egy nagyon-nagyon fontos dolog ez a bizonyos összművészet, amit nem csak csinálok, hanem most már nagyon intenzíven tanítok, és borzasztóan hiszek benne, és azt gondolom, hogy a 21. század előadó művészetének egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó formája ez a bizonyos összművészet, úgyhogy a mi estünkön is a film, től kezdve a prózáig mindenféle műfaj felüti a fejét. Egy egészen különleges anyagba ötvözve, mert Simon és Garfunkel dalokat dolgozunk fel ezen az estén, és számomra egészen megdöbbentő volt abban szembesülni, hogy ezeknek a daloknak mennyire aktuális a szövege, és hogy milyen hihetetlen nagy érzelmi és szellemi utazáson vehetünk majd részt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az estem tényleg egészen különleges lesz a Kleszsesz Bender és Falusi Mariannal, akivel évek óta hát nagyon-nagyon szorosan és nagyon sikeresen dolgozunk együtt. Két éve mutattuk be itt a Bernsteinből és Kék Rapszódi estünket, amit éppen most a múlt héten még mindig óriási sikerrel játszottuk a MOM-ba. Én azt gondolom, hogy ez az estünk legalább ekkora siker lesz, mert nagyon-nagyon nagy igénnyel próbálja megszólítani az embereket, és megsimítani a lelküket és a szellemüket. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen Eszternek a szavait, és még Bokorga, amit megkérnem, hogy az Ahertrio estjéről egy mondatot legalább mondjon a közönségnek. Annál is inkább, mert ugye rossz helyszínre raktuk a perspektusban. Nagyon megtisztelő ennyi művész után ide kiállni, sajnos az én művészeim, illetve az Ahertrio muzsikusaim is nem lehetnek itt, mert több mindannyi a világ vagy az ország különböző pontjain koncerteznek. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges este lesz, ez a nyolc szem közt Mendelssohnnal, ugyanis éppen ahogy Horgas Eszter az előbb mondta, kicsit mi is megpróbáltunk egy ilyen összművészeti produkcióval előállni, tehát ez nem csak egy koncert, hanem Mendelssohn leveleiből hangoznak el részletek, és nagyon érdekesen, mert két zongoratrió hangzik el, mind a kettő négy tételből áll, és a tételek között nagy örömünkre, nagyon megtisztelő, hogy Kegyelmus Bé Géza fog eljönni ebbe a produkcióba, és ő szólaltatja meg ezeket a leveleket.
ami tehát, tehát ez az este valahogy Mendelssohn gondolatait zenében és gondolatait szavakban is vissza fogja adni. És azért köszönöm Verának külön, hogy szólt, hogy én is mondhatok pár szót, mert láttam, hogy a prospektusban véletlenül más helyszín jelent meg. A koncert helyszíne május 31-én a Budapest Music Center lesz, tehát a BMC, és nem a, nehogy véletlenül arról adjatok hírt, vagy, vagy rossz helyre menjetek. Tehát mindenképpen BMC május 31 este 7 óra. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy kitartottatok a sajtótájékoztatón, és befejezésül Mary Sidney interjújával, szavaival szeretném lezárni a sajtótájékoztatót. We hope that this return to Budapest will amplify the message we brought those years ago and allow people again to explore with us the beauty of humankind, its harmonious desire, and even under the conditions of imprisonment, that they had the strength, character, and courage to remind themselves, anyone who would come in contact with them, the significance of the human capability under the worst of conditions, responding to it with the best. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Verdi Terezinben című film vasárnap déli 1 órakor lesz a Heti TV-ben látható. Természetesen ez nem azonos az élő koncerttel, amire május 28-án a Vici házba kerül sor. Tulajdonképpen ez az előadás mondhatni ingyenes lesz, mert jelképes 500 forintos jeggyel lehet rá regisztrálni, úgyhogy szeretném, hogyha erről is majd a sajtómunkatársai hírt adnának. Köszönöm szépen a megjelenést, és legyetek a vendégeim, mármint a Mázártók vendégei, finom falatokra, és ha bárki interjút vagy bármit szeretne a művészeinkkel, akkor a Máté megszervezi azt. Köszönöm szépen!